végig tudtunk menni, tegnap előtt voltunk itt a Korsósra, szerintem, hogy tegnap végig tudtunk menni, mert errefelé fog a töltés menni, ugye itt lesz átkötve. Igen, de mi jobbra menjünk, mi erre menjünk, menni, csak de... azt mondta nekem a János, hogy itt jobbra lesz átkötve a töltés, tehát ez a rész, ez nem. Igen, na most ide egy kicsikét magasabbat kell majd rakni, meg többet. Aha. És menjünk itt körbe, mindjárt látni fogjuk akkor, hogy hol járnak vele éppen. Azért lesz itt általában rövidebb, meg gyorsabban meg lehet csinálni, itt lehet rácsatlakozni az a régi töltés, ahol azt mondta meg nekem... Igen, meg itt csak a fákat védem, mint tudtad itt. Teljesen fölösleges. Mert itt viszont ezen a töltés szakaszon talán olyan sok mindent nem is kell csinálni. Most erre még akkor szinteztek, amikor mi itt voltunk. Nem tudom, itt a szigetben marad egyébként, ember vagy így. Innen kitelepítés van, vasárnap déltől, vasárnap délig el kell hagyni mindenkinek a szigetet, hát itt már nem tudom, hogy hogyan lesz. Ugye le is tiltottuk, mert úgy volt, hogy a Sobriban még ebédeltetni akarnak vasárnap, de az már nem fogják tudni. Egyedül annyi van, hogy a Radnóti kollégium meg az ifjúsági szállón, a konyhán ott marad gáz, meg ők részt vesznek a védekezésben, főznek. Tehát ameddig ők lehet, lehetnek, és ennyi. Ott van egy ilyen lépcsőszerűs, hogy át lehet rajta menni. Jó, menjünk! Hol megyünk? Visszaforduljunk most itt. Már a nagyvezetők. A visszaforgatók itt dolgoznak, és akkor kivagyunk a nagyvezetők. Azért mondtam én, hogy ne engedjünk le egyébként autókat, mert ugye teniszversenyesek itt parkoltak volna végig. Hát itt aztán végképp fogják majd holnap akadályozni a védekezést, hogyha itt állnál. Már most is zavaró. Persze, engedélyezve is van, csak lezártuk a gépkocsi forgalom, mert a pontyporontyúszó verseny, meg a teniszverseny, látod, hogy milyen forgalom van. Ezeket is meg kell megerősíteni itt. Itt meg itt magasítani kell. Magasítani kell, szintek föl vannak festve itt kandeláberekre, majd... Igen, itt oldalt látod, a Korsós mutatta, ilyen zöld jel az a... Ott van, nézed, ott van egy, itt például alig kell, ott a villanyoszok alján, meg alján balul. Ott van a szállás. Ott az a 1020. Tehát itt nem kell sokat... Elmenni erre fel, és azt mondta, hogy itt max fél méter. Egyen, itt mennyibe sétálni, illetve a horgászok előtt. És akkor itt is látunk, ide majd kell azért valamennyit rakni. Én azt mondta, hogy ide kb. Fél méter körül, vagy valami ilyet. Igen, nem többet adott. De látni fogunk majd mindjárt itt. Ezeket a zöld új jelek, ez van beszintezve 1020-ra, ugye? Azt igen. Mondta nekem a nem, 1000-re. Ezek az 1000-es jelek ezek. Itt. Látod itt? Uh-huh. Tehát ide kb. 30-40 centi kell majd. Ugye nem egyenletesítse a terepszint, de úgy építik a töltés, hogy szintezik folyamatosan. Tehát ezt az 1020-at tartják, és úgy vettem vissza mindenit. Jó napot! Hagyjál Isten! Jó napot! Nem segítek rá, akkor is. Te segíteni, akkor itt nem csak a Robert. Laki úr, jó napot! Ha van, jó, jön! Már találkoztunk. Kapnak-e rendesen ellátást az emberek? Kapnak-e rendeset? Nem tőled kérdezik. Kapnak-e rendesen ellátást az emberek? Válaszolj meg az emberek. Persze, minden. Jó munkát, köszönjük szépen a munkájukat! Jó napot! 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 Köszönjük szépen! Ez az önkéntes csapat az. Azok a gyerekek, hogy maguk is triatlonosok? Nem, na ugye. Honnan jöttek? Polgármester, már segítünk a fiatalokba, meg szokozni az autót. De segíts nekünk, ha akarod. Elég van.
Akkor magad nevébe beszéljük valamit. Ott tudjuk, hogy rakodik. Most a másik végén még van. Az egyes csapat mondjuk akkor, ha délelőtti műszaknak vége, akkor délután egész éjszaka a következő kezdésig 12 órában ügyel. Ezt kell csinálni, 12 tehát órában meg kell ügyel. Szervezni, mert mindenki egyszerre fog dolgozni, nem fog, és, fog és nem akkor a következő alkalommal az egyes csoport ilyen, és a másik csapat csinál. Akkor már olyan önkéntesekre is szükség lesz, akik tudnak abban segíteni, hogy na, hogy akkor ennek az öt embernek hova kell mennie. Nem csak, akkor már nem csak zsákot kell hajtpakolni, hanem akkor meg kell tudni mondani, hogy hova kell menni. Meg hát akkor esetleg be kell tudni avatkozni. Persze. János, bízunk. Valami van, akkor szóljon. Szóljon. Viszontlátásra, csókolom. Szervusztok. Én a Petőfi-sziget viszont jól megszemlélhet. Igen. Azt a mindenségét az ezek. Megtelt, mondhatni. És még. Erre simán jöhet 2 méter víz. Igen. Az ott akkor a 10 méter a kocsma. Ha tiétek az lejjebb van, akkor 15 centivel. Jó. Aha. Hát akkor ott körbe kell rakni egy kicsit. Laci, hát szólja a német Janinak és kérjél még, van. Azon a legegyszerűbb, hogy menjél oda akkor. Jó? És zsákot, vagy hordjátok is már széjjel, vagy még rakjátok a zsákokat? Aha. Jó, oké. Köszönöm. Tehát 10 méteren van kereken a presszónak a bejárata. Ott hátul az, kicsit 15 centivel lejjebb van az ő bejáratuk. De a zsákkal azt meg fogják fogni, mondom, meg hátul ugye, tehát bejáratok csak itt elő vannak, hátul a beton alap van, az vélhetően nem fogja átengedni majd a vizet, úgyhogy ezt az első felét vagy harmadát kell csak védeniük.